tévés alatt. Igen, nagy jókedven, serényen folyt a munka azon a disznóvágáson, amit minden évben megtart a bátaszéki székelyek baráti köre. Volt, aki Paksról érkezett segíteni, mint ahogy teszi ezt évek óta. Jól összejön a baráti kör, és hol érezzük magunkat együtt, és ez összehozza a csapatot. A hagyományőrző eseményen a vendégek közül volt, aki kést ragadott és beállt a böllér mellé. Más a zöldséget pucolta a húsleveshez, megint más a fát pakolta az abalével teli üst alá. Majd előkerült a házilag készített pogácsa és lángos is, melyet az aznap 70. életévét betöltött Gazdag Józsefné készített. Én mindent szeretek. A társaságot, a készítést, mindent. Boldog vagyok. Boldog. Most főleg máma boldog vagyok, hogy megértem a 70 évet. A disznóvágáson a székely szokásoknak megfelelően készülnek a hagyományos disznótoros étkek. A székelyek így ápolják a sajátos székely magyar szellemi és anyagi kultúrát. Ezen kívül fontosnak tartják az utánpótlás kinevelését is. Reggel, mikor idejöttem Hétvárra, akkor már voltak 10, azóta csak jöttek, most meg már még többen vagyunk, mert jöttek az asszonyok, és lassan elkezdünk darálni, és akkor készül a galuska. Az estére készült friss fogások zömét a húshogyati bálon szolgálják fel, melyet a Petőfi Sándor művelődési házban tartanak március 5-én.